Eötvös József nyugalmazott Esperes vehette át az idei Bernádi emlékplakettet. A díjátadásra a Marosvásárhelyen szervezett 21. Bernádi napok záró eseményén került sor. Teltházas gála műsorral zárult a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában a 21. Bernádi napok rendezvény sorozata. Mint minden évben, idén is átadták a Bernádi emlékplakettet, amelynek kitüntetetjéről a Bernádi Alapítvány kuratóriuma dönt. Olyan személyiségnek ítélik, aki tevékenységével hozzájárul Marosvásárhely hírnevének öregbítéséhez. Idén a kitüntetett Eötvös József, Esperes, a Vártemplom nyugalmazott lelkipásztora, aki elmondta, hogy kettős érzéssel, meghatódva és kissé meglepődve vette át a díjat, hisz mint lelkipásztor nincs hozzászokva ahhoz, hogy közéleti szerepvállalásért kitüntessék. Híradónak elmesélte, hogy amikor a kitüntetésről értesült, rákeresett az eddigi kitüntetettek listájára. A legelső kitüntetés Fodor Imre kapta, és akkor azt mondta, hogy hát akkor nagyon büszke vagyok. Nem azért, mint a többiek nem érdemelték volna meg, de úgy emlékemben ott volt az a polgármester a városnak, aki valóban a városért tett valamit, és meg kell mondanom, jó érzés ezeknek az embereknek sorával látni az én nevemet is. Borbély László, a Bernádi György Közművelődési Alapítvány elnöke szerint minden évben meggyőződnek, hogy érdemes a rendezvény sorozatot újra és újra megszervezni. A sportrendezvények mellett a művészet mindig jelen van, idén újra kiadták Marosi Barna Ma is keresett a Bernádi Városa című könyvét, ami több mint 7000 példányban kelt el. A végszóban azt mondja 1968-ban Marosi Barna, hogy ő reméli, hogy lesz Petőfi Sándor szobor, Aranka György szobor, és hát Borsos Tamás szobor, és méltó helyen a központban egy Bernádi szobor. Hát ez azért megvalósult, és nekünk is van egy kis részünk ebben, hiszen a négyből két szobrot a Bernádi Alapítvány állított, az Aranka György és a Bernádi szobrot. A 80 éve elhunyt, a Marosvásárhelyt korszerűsítő, dr. Bernádi György nevét viselő és szellemi örökségét tovább éltető közművelődési alapítvány egyébként már tervezi a következő évi rendezvénysorozatot, tette hozzá.